Gyerekek pedig úgy születnek, hogy mindenki hermafrodita, tehát még ott sincs szükség más emberrel való érintkezés, hanem önmegtermékenyítés során létrehoz mindenki egy darab utódot csak azért, hogy a birtokot valaki örökölje és ne hagyjanak ki, de egyébként nincs se szexuális együttlét élmény, sem gyerekkel való bármifajta érzelmi, intellektuális semmilyen kapcsolat, nem is foglalkozik vele, a robotok nevelik, és akkor néha, amikor muszáj, mit tudom én, a amikor még meg kell szoptatni talán, de lehet, hogy már azt se kell, mert azt is a robotok megoldják, szóval ott is gyakorlatilag nincs kontaktus a szülő és a gyerek között. És hogy hát ez ma mai fejjel meg pláne hogy az a, a elidegenülés, csak képernyőn keresztül érintkezünk, Igen. hermafroditizmus, vagy hát a szexuális szerepeknek a, a teljes el, eltorzulása, hát itt, ez mind itt van ma velünk. És ezt Asimov 86-ban írta talán az alapítvány és a földet, tehát 37 évvel ezelőtt tökéletesen megjósolta.